Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat Központjába látogatunk el, ahol megismerkedhetünk a világszerte nagy elismerésnek örvendő petőmódszerrel. Idén immár 7. alkalommal szervezték meg Beregszászban a mozgássérült gyerekek és felnőttek konduktív fejlesztését, rehabilitációját. Tartsanak velünk! Mikor hallottatok először erről a petőmódszerről? 2018-ban jelentkeztünk először a petőszűrésre, akkor be is válogattak, csak egy műtét miatt nem tudtunk részt venni benne, és akkor pedig most van nekünk az első alkalom. Milyen problémája van a gyermeketeknek? Hát, Izabella halmozottan sérült, nem tud járni, beszélni, de egyébként az izmaival, csontjaival minden rendben van, csak akarat nincs benne, úgyhogy fejlődünk, próbálkozunk, de nagyon meg vagyunk elégedve, nagyon szeret ide járni egyébként. Magyarországra jár fejlesztésre, de viszont itt is 100%-osan meg vagyunk elégedve mindennel. 3 hét alatt van valami, amiben ő fejlődött? Fejlődött csoportosan, nagyon jót tesz nekik, hogy csoportosan foglalkoznak velük, mert azért nézik egymást, figyelnek, hogy ki hogy csinálja, valaki erősebb, valaki gyengébb, de viszont szerintem nekünk kell ezt megtanulni szülőknek, hogy továbbra tudjuk velük otthon is csinálni ezeket a dolgokat, mert azért 3 hét alatt nem válthassuk meg a világot, otthon kell foglalkozni továbbra, úgyhogy nagyon jó ez a szülőknek is. Ha legközelebb is lesz egy ilyen lehetőség, akkor el fogtok jönni? Mindenféleképpen el fogunk jönni, mert szerintem nagyon hasznos a gyereknek, úgyhogy nagyon meg vagyunk elégedve. Itt vannak nálatok a petőmódszer konduktorai. Milyen előzménye van annak, hogy ők ide jöhetnek hozzátok? Messzire nyúlik ez vissza ez a kapcsolat, tehát legelőször ők 2004-ben vették fel velünk a kapcsolatot, jöttek ki egyáltalában Kárpátaljára, aztán olyan 14-ben volt az első szűrés. Ők maguk se gondoltak arra, hogy ennyire nagy lesz az érdeklődés, az igény, és hogy ennyi központi idegrendszeri sérült van Kárpátalján, akik mondjuk úgy, hogy perifériára kerülnek, mert nincsenek benne semmilyen ellátásba. Akkor szűrtek közül alakult meg az első csoport, akiket a konduktorok betegségük és életkoruk szerint osztottak csoportba. 3 csoporttal dolgoznak, itt nálunk Kárpátalján van egy mamás csoport, ahol az egész picikék 6 éves korig vannak együtt az anyukákkal, utána van egy kisiskolás csoport a 6 éven felüli gyerekeknek, és van egy olyan, hogy fiatal felnőtt. Mennyire lett ez várt esemény itt? Azt kell mondjam, hogy nagyon várt. Nagyon sokszor, amikor nem tudunk biztos időpontot mondani, hogy most mikor érkezik a Pető, van, hogy hetente csörög a telefon és érdeklődnek egész Kárpátalja területéről, sőt a szomszédos megyéből. Tehát az első szűrésekből Lembergi anyuka minden egyes rehabilitációra igyekszik hozni a gyerekét. Ilyenkor az úgy történik, hogy itt szállást foglalnak maguknak, és 3 hétre ide költöznek Beregszászba. Honnan tudnak a szülők egyáltalán erről a módszerről, hogy ez itt van 3 hétig, és el lehet jönni? Tehát ugye az első kommunikációs forrás nyilván a technikának köszönhetően az az internet. A szülők egymást között valamilyen szinten kapcsolatban vannak, különösen azok, akik már itt Ukrajnában valamilyen rendszerbe bekerültek, tehát együtt járnak, nem tudom én, Munkácsra, Lemberget, Truszkovecre, nagyon sokan járnak fejlesztés, és akkor ott egymásnak adják át. Egyedüli a módszer. Tehát a petőmódszerről azt kell tudni, hogy ez inkább egy nevelési módszer. Tehát ami a szülőknek is szól, tehát hogy egy sérült gyerekkel, hogy lehet azokat a hiányosságokat pótolni vagy fejleszteni, és a meglévő képességeket pedig szinten tartani, hogy teljes értékű életet élhessen egy gyermek vagy egy felnőtt. Ha
harmadik alkalom, hogy itt vagyunk. Szerettünk volna már azelőtt is, de akkor nem volt rá lehetőségünk, hogy bekerüljünk a csoportba. Úgyhogy amióta lehetséges, azóta jövünk minden alkalommal. Milyen problémával küzdködtök, illetve hány éves a gyerek? 11 lesz most a gyerek, és koraszülött. Feszes izomzattal született a gyerek 7 hónapra. Van-e valamilyen változás nála a módszernek köszönhetően? Természetesen, neki nagyon nehéz, mivel ő nagyon nehezen tud lépni, járni, feszül nagyon, de minden egyes kezelés, minden egyes foglalkozás nagyon jó tesz, úgy szellemileg, úgy mozgásbelileg a gyereknek. Mit gondolsz, ha lesz még ilyen lehetőség, akkor eljönnétek? Természetesen, minden pillanatban várjuk, hogy mikor jönnek, úgyhogy minél hamarabb, minél sűrűbben szeretnénk, persze. Születésétől fogott decibe lett megállapítva, ugye ez ilyen mozgáskorlátozott, és mivel oxigénhiánya született 8 hónapra, ezért ugye az agy és hát gerinc egy összekötetésben van, és amiért se beszélni, és egyensúlyérzéke sincsen. Mi az, amit tudtok fejleszteni, illetve hova szoktatok eljárni, hogy fejlesztétek a gyereket? Hát itten régebben volt Beregszász BN központ, ahol jártunk, azóta az már megszűnt. A Pető intézetben voltunk régebben egyszer, és azóta az megtetszett, de akkor sem sokat voltunk. Most viszont a héten kezdtünk járni, de a kislánynak nagyon tetszik. Mi az, amiben úgy látod, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a gyerek? Hát ugyanazt csinál, mint a többi gyerek. Tehát odafigyel, szófogad és megcsinál ugyanazt, amit a tanár vagy a diák csinál itten. Különben mennyire nehéz egy hétköznap számotokra? Hát, már mi megszoktuk, de ő kommunikál mutogatással, tehát szerintem ő neki a jelnyel fog jobban sikerülni, mint a beszéd, de én már megszoktam, és én értem, hogy ő mit beszél. Mi az, amit úgy veszel észre anyukaként, hogy segít a gyereknek? Hát én úgy látom neki, hogy a társaság segítene. Így ilyen komplex kezelési forma, ahol gyerekek is vannak, ahol látja azt, hogy ők is csinálják, és akkor az őt itt is motiválja. Ha lesz újra itt Pető módszer, eljöttök? Itt leszünk, persze. Mi is a Pető módszer? Mit lehet tudni róla? Pető András ő maga idejében, 30-as évek közepén kezdett nagyon foglalkozni a rehabilitációval és a rehabilitációnak azon területeivel, ami még kiaknázatlan volt szerinte. Ez pedig végülis a mozgássérültek, a központi idegrendszeri károsodott mozgássérültek, nél úgy tekintett, hogy amit a rendszer akkor nyújtott, az pedig az életben tartás, az etetés és a vigyázás volt maximálisan. Semmiféle fejlesztési lehetőséget nem nyújtott akkoriban még a tudomány számukra, és ő látta, hogy ők sokkal többre képesek ezek az emberek, akik mozgásfogyatékossággal élnek, azon belül is központi idegrendszeri károsodással. Tehát ő megérkezett a II. Világháború után, és beszerette volna bizonyítani, hogy ez a mozgásterápia, amit az elején így hívott, hogy mozgásterápia, aztán később konduktív pedagógiává nőtte ki magát, és ennek nevezte el ezt az egész rásegítő pedagógiai rehabilitációs módszert, hogy ez működőképes lehet, és adtak neki 15 nagyon súlyos mozgásfogyatékost. A diagnózisukat itt tekintve ők atetotikusak voltak, akik túl mozgásosak, tehát nem tudják koordinálni az izomzatukat, akár faciális, akár nagymotoros mozgásokban mindenhol akadályozottak voltak. Alapvetően mindig lekötözve tartották őket, hogy így biztonságban legyenek. És aztán ezzel a 15 fiatal felnőttel elindult egy olyan út, ami még most is motivál minket, szakembereket, hogy ez egy nagyon jó irány. Biztos, hogy egy nagyon nagy lehetőség a konduktív pedagógiának, hogy nem egy-egy órás terápiát adunk egy-egy héten, hanem folyamatosan ez egy hosszú együttlét, nem véletlenül a köznevelési rendszerben van benne. A mi egy
nem integráló intézmény, vagyunk, hanem úgy hívják, hogy szegregált intézmény, ahol csak mozgássérültekkel foglalkozunk, és egész nap reggeltől estig együtt vagyunk velük, amikor a játékot is tanítjuk, a játék kezdeményezésen keresztül az önállósugrás, az önálló életvitel felé való kinyílást, és annak az alkalmazását vagyunk hivatottak elősegíteni. Kinek ajánlott, illetve van-e olyan, hogy hány éves kortól ajánlott a Pető módszer alkalmazása egy gyereknél? Mikor egy csecsemővel találkozunk, és csecsemőt hoz a szülő, akkor elsősorban a szülő tanítása a legsikeresebb, az vezet célhoz, hogy a szülőt megtanítsuk arra a szemléletre, hogy az ő láthatóan mássággal született és élő gyermekéhez hogyan forduljon úgy, hogy kevesebbet segítve, nagyobb önállóságot, nagyobb teret biztosítva neki. Milyen olyan gyakorlatokat lehet végezni vele, amiben ő is részt vesz. Hogyan fektessük hason tartásba, hogyan emelje ki a fejét, és ebben a szülő mindig kevesebbet és kevesebbet vegyen részt manuálisan, de fokozza a gyermek figyelmét. Hát bárkinek javasolt, aki központi idegencéjé károsodott, egyéni fejlesztés is van, de alapvetően a csoportdinamika, a csoport pszichikai hatása az nagyon nagy motiváló erővel bír, és sokkal jobban fejlődnek is a fiatalok, a gyerekek. Elhangzott az, hogy konduktor. Mit akar ez a szó, hogy konduktor? Hát jegykalauz, vagy karmester, vagy pont ha már karmester, akkor vezényel, összefog, összerendez, rávezet. Ez egy rávezető segítségnyújtás. Mennyire van hiány konduktorokból? Vagy van elég konduktor, ha Magyarországot nézzük? A hiány Magyarországon pedig igen nagy, gyógypedagógusból, pedig a képzés megadja, tehát a képzési lehetőségek megadnák a szükséges létszámot. A maga a jogszabály környezet is biztosítja a konduktorok és gyógypedagógusoknak a elhelyezkedését. Én is hirdetek jelenleg is például a konduktori állást is, és várom, hogy a tanévet vajon teljes létszámmal tudjuk-e kezdeni, de hát most jelenleg 130 konduktorral dolgozunk, amiből az aktíve 85 fő. Ilyenkor, amikor eljönnek hozzánk a konduktorok ide Kárpátaljára, mekkora egyeztetés kell, illetve tudnak-e ilyenkor nélkülözni ott például 2-3 konduktort? Nálunk ugye én mondtam egy elég nagy számot, hogy a mi intézményünkben hány konduktor van, de ők a jelenlegi jogszabályi környezet szerint a fizetésüket a magyar gyerekek ellátásáért kapják, tehát nem tudjuk a határon túli programba egyszerűen kiengedni őket. Úgyhogy a Betlen alap támogatáson keresztül finanszírozzuk, vagy kerül finanszírozásra a kollégáim által, akik ezért a területén felelősek a nemzetközi területek ellátásáért, és nem könnyű a megfelelő létszámú pedagógust így biztosítani, hiszen az otthoni ellátásra is koncentrálni kell. És az az elsődleges feladata annak, akinek ott van éppen a foglalkoztatottsága. Aztán, mikor megérkezünk, akkor először, hogy kinek jó a módszer, ezt először egy előzetes szűrés tanácsadással tudjuk felmérni, hogy az, amit mi tudunk nyújtani, az megfelelő-e annak a családnak, annak a gyermeknek vagy felnőttnek, aki éppen mozgássérüléssel szenved. Mi azzal él. Mikor hallottatok először erről a Pető módszerről? 2017 májusában volt az első Petős fejlesztés itt Beregszászban, Mátai Jottnál, és akkor hallottunk erről. Mondhatom azt, hogy munkahelyemen keresztül. Én a Nagydobronyban református Irgalmas Szamaritánus gyermekotthonban dolgozom, és onnan jöttek ide lányok fejlesztésre, és mivel tudták kollégák, hogy nekünk is van egy sérült gyerekünk, ezért felajánlották, hogy jöhetünk mi is egy előzetes vizsgálatra, és akkor kezdtük el 2017 májusában, és most már ez az 5., tehát mi vagyunk itt a babás-mamás csoportban a legöregebb rókák. Milyen sérülésről beszélhetünk a ti gyereketeknél? Ferikének a jobb agyféltekéje nem dolgozik, van rajta egy nagy hatalmas ciszta, és baloldali hemiparézise van,
Tehát azt jelenti, hogy a baloldali végtagjai voltak lebénulva. Ez a Pető-módszer segített abban nektek, hát, hogy ő fejlődjön? Vagy Pető-módszer is, meg a Munkácson, a neurológián, a korai fejlesztésen folyamatosan veszünk részt, tehát már 24x10 napot jártunk oda. Mikor vettétek észre, hogy valami... Rögtön születése után tudtuk meg. Születése után kb. 5 órával, hogy gond van, és attól kezdve kapja folyamatosan a kezeléseket, gyógytorna, masszázs, Petős fejlesztés. Egy évben hányszor van lehetőségetek erre a módszerre elhozni? Idén most először, a tavalyi évben 2-szer volt lehetőség, és 2017-ben is 2-szer volt lehetőségünk. Azt mondod, előzetes vizsgálat. Ott milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy gyereknek? Ott a Pető intézet konduktorai vizsgálják meg a gyereket, hogy milyen problémával is állnak szembe, hogy a gyerek tud-e csoportban dolgozni, avagy csak egyéni foglalkozást javasolnak neki. Milyen fejlődést látsz? 3 hetes fejlesztés, 3 hétig, heti 5 napban 2 óra hosszát foglalkoznak a gyerekekkel. Nem csak fizikális, hanem a mentális fejlesztés is folyik. Csoportmunkára hangolás, csoportban való munka. Én csak jót és csak szépet tudok róluk mondani, tehát Ferike az első fejlesztés után kezdte el intenzívebben használni a bal kezét, amit addig egyáltalán nem használt, és azóta csak egyre jobb. Tehát ha azt mondom, hogy a 4. Petős fejlesztés után megtanult egyedül biciklizni, tehát hogy... Polkertán is meg van nekem motorom is. És mivel szeretsz jobban, motorozni vagy biciklizni szeretsz jobban? Motorozni. És különben óvodába jársz? Igen. És milyen csoportos vagy, nagy vagy kicsi? Kicsi. És ki az óvónénid? Anki. Most, hogy így megtudtuk, hogy a gyerek óvodás is, ugye? Az óvodában hogyan fogadták a gyereket? Ő vele egy korosztállyal ment óviba, 2 éves és 10 hónapos volt, mikor óviba ment, és őt 100%-osan elfogadták a gyerekek. Mi nem hívtuk fel külön a figyelmét a csoporttársainak arra, hogy ő valamiben sérült, és most ott tartunk, hogyha otthonra is eljön nálunk valamelyik kis barátunk játszani, vagy ő megy valahová, akkor azt veszem észre, hogy a gyerekek figyelmeztetés nélkül mondják, hogy Feri, add ide, segítek, kibontom, megfogjuk, megcsináljuk, tehát, hogy 100%-osan elfogadták a gyerekek őt. Miben javult még? Mit gondolsz? Mi az, ami változott? Hát most már én azt tudom mondani, hogy mi 100%-os életet tudunk élni, és ugyanazt meg tudjuk csinálni, amit a velünk egyidős gyerekek. Viszont ha az első életévét nézzük, akkor ő 2 éves, 3 hónapos volt, mikor elkezdett járni. Nekünk majdnem egy évünkbe tellett, mire ő 4 kézlábozni megtanult, 4 kézláb kúszni. Tehát, hogy ahhoz képest hatalmas fejlődésünk van. Mi van ilyenkor? Vége van egy 3 hetes kurzusnak. Mi az, amit utána tudtok kamatoztatni esetleg otthon? Azokat a gyakorlatokat, amit itt megtanulnak a gyerekek, azokat a mondókákat, amit itt megtanulnak a gyerekek, mert hogy ugye mondókákkal, versekkel, dalocskákkal érdekesebbé téve ezeket a babás-mamás foglalkozásokat, a gyereket is jobban motiválják, hogy ő dolgozhasson is. Ezeket mindent tudunk otthon kamatoztatni, a mindennapi életben is, és a mindennapi feladataink során is. Tehát nem kell hozzá külön leülni otthon egy 2 óra hosszás foglalkozásra. Minden 3 hetes fejlesztés végén az utolsó nap az arról szól, hogy a konduktorok egyesével minden szülővel leülnek, és végigbeszélik, hogy mit fejlődött a gyerek, mennyit fejlődött a gyerek, mit vettek észre, és hogy mit ajánlanak az elkövetkezendő időszakra. Az előzőhöz képest az idén mit fejlődött a gyerek? Feri pszichikailag, mentálisan nagyon sokat fejlődött, sokkal komolyabb lett. Tavaly ősszel, ugye a Márti most van itt másodszor, mint konduktor, és ő mondta, hogy ő sem ismer rá a gyerekre. Tehát, hogy tavaly ősszel a hisztik miatt még engem is volt, úgyhogy ki kellett küldeni a foglalkozásról, és most egyedül csinálja, és egyedül 2 óra hosszán keresztül figyel, és csinálja a feladatokat. Szerinted mennyire van esély, hogy itt nálunk legyenek konduktorok? Esély van rá, mindig van, tehát nálunk is adott a lehetőség, hogy akár anyukaként is valaki eljönjön, és ezt azt ellessen a 3 hét alatt. Rengeteg mindent lehet tanulni, hogyha figyel az ember.
Tehát, hogy maximálisan megvan rá itthon is az esély arra, hogy fejlesztőközpontok jöjjenek létre, ami sajnos nagyon deficit nálunk, és nagyon kevés van belőle. Viszont gyerek meg sajnos egyre több. Mit gondolsz, teljes életet tud élni a gyerek majd? Igen, igen. Biztos vagyok benne, hogy 100%-osan teljes életet fog tudni élni. Tényleg van barátod? Hogy hívják a barátodat? Réka. Rékának? Lágy barátod van? Ez nagyon csoda. Mit szoktatok vele játszani? Egyszer csókolyozni. Ne viccelj! Kinek az ötlete volt, hogy a Pető módszert elhozzátok, illetve lehozzátok ide hozzánk Kárpátaljára? Ez a budapesti babátainknak volt az egyik ötlete, illetve megkerestek bennünket a Pető Intézetből, akkor még nem a Semmelweis Egyetemmel voltak együtt, hogy mit szólnánk, ha lenne itt is ilyen fejlesztés. És persze azonnal igent mondtunk, habár akkoriban sokkal kevesebb lehetőségünk volt térben és időben arra, hogy megszervezzünk egy ilyen több napos, több hetes képzést, meg azt se tudtuk, mivel vállalkozunk. De mégis igen mondtunk, mert sok olyan szülőt, illetve gyerekét ismerjük a mindennapjainkból, akiknek szükségük van ilyen fejlesztésre. És mi volt a következő lépés? Milyen követelményeknek kellett itt Beregszászban megfelelni, hogy egyáltalán ez a módszer eljöhessen ide? Hát az első követelmény az volt, hogy legyen hely, legyen helyiség, ahol el tudjuk kezdeni a munkát. Illetve legyen egy csoport, mint szakembercsoport, mint pedig a képzésre a gyerekek, akikkel tudunk dolgozni, és a szülők nyitottak legyenek erre az új módszerre. Sikerült lebeszélni, hogy eljöjjenek először egy felmérést tartani, későbbiekben pedig a szűrés után elindult a gyerekek fejlesztése, és hát a szülők, ők voltak azok, akik legaktívabban jelentkeztek, hisz a legelső felmérést, emlékszem, hogy két napra terveztük, szombat és vasárnap, és minden nap, hát majdnem éjfélig tartott a gyerekeknek a szűrése. El se tudtuk képzelni, hogy ennyi jelentkező lesz. Azóta folyamatosan igyekszünk szűréseket megszervezni, és utána bekapcsolni a gyerekeket a fejlesztésekbe. Mik az álmok? Mire vágynátok? Hát álmaink vannak. A legnagyobb álmunk az lenne, hogyha lenne saját szakember csapatunk. Ha a Pető módszert sikerülne Kárpátalján meghonosítani olyan szinten, hogy a konduktor vagy konduktorasszisztens képzés elindulna itt Kárpátalján. Hisz nagyon nehéz konduktort idézőjelvel beszerezni, hogy itt 3 hetet itt töltsön, mivel a világon mindenhová elkapdossák őket. Csak Budapesten van konduktorképzés a Semmelweis Egyetem keretein belül, és mivel tényleg egy olyan humánus és egyedülálló módszer, ami nem erőszakkal veszi rá a gyereket a fejlődésre, ezért rendkívül nagy az igény. Ezért lenne nagyon jó, hogyha lenne saját konduktor képzés, illetve konduktor csapat, és hát akkor biztosíthatnánk a szakmai helyszínt a képzésben résztvevők számára. Mennyire van esély erre? Nem tudom. Remélem, hogy sok helyen nyitott fülekre fog találni. Próbálkozunk, reménykedünk, és szeretném, hogyha hát a rövid időn belül, a rövid időt ezt években mérjük, a rövid időn belül ez megvalósulna. A Pető módszert nem terápiának nevezik, inkább nevelésnek, oktatásnak, az önálló fejlesztés eszközének. A szülők hálásan említik a módszert. A 3 hét alatt igazi kis csapat kovácsolódott itt össze.
Reméljük, a szakemberek hamarosan visszatérnek, és talán még többen részesülhetnek a fejlesztő rendszer áldásaiban. A nap végén, a sok elégedett arcot látva, bizony megfordult a fejemben, hogy lehet nem is ők mások, hanem mi vagyunk mind ugyanolyanok? Köszönjük a mai megtisztelő figyelmüket! Várjuk Önöket legközelebb is! A viszontlátásra!